Megint itt vagyok, hogy fárasszalak. És milyen viccekkel? Na? Anyós. Igen! Anyós viccek jönnek. Nagyon jók. Te tudod, mi a különbség az oroszlán és az anyós között? Micsoda? Az oroszlán szelédíthető. Egy ember elviszi a kutyáját az állatorvoshoz. Doktor úr, vágja le a kutyám farkát. Miért tennék ilyen szörnyűséget? Mert mindig csóválja a farkát, és holnap vendégségbe jön az anyósom. Nem szeretném, ha azt hinné, hogy bárki szívesen látja. Erős. Két anyós beszélget. Milyen szép ősz haja van a vejednek. Látod? Még az is nekem köszönheti. Jaj, mert megőszült tőle. Két barát beszélget egymással. Mondd, öregem, hogy szoktál le az alkoholról? Muszáj volt, mert amikor részegen hazamentem, mindig duplán láttam az anyósomat. Drink a bit. Oh, this is good. This is really good. Ányom, tényleg ott hagyott a férjed? Tényleg, anyukám. Biztos egy nő miatt. Igen. És ki az a nő? Te vagy, anyukám. Bruh. Mikor jár biciklivel az anyós? Nem tudom. Amikor söprői szervizbe van. Szóval azt állítja, hogy eltűnt az anyósa. Igen. Mikor? Úgy 2 évvel ezelőtt. Ember. Akkor miért csak most jelenti be? Valahogy eddig nem mertem elhinni. Hová viszed ezt a 2 kövér libát az anyósomnak? Tegnap azt mondta, hogy a fél életét odaadná 1 libáért. Az én anyósom rengeteget tud beszélni. Például egyszer elvittem a Balatonra nyaralni, és lebarnult a nyelve. Az anyós kórházba szállítják egy szívroham után. A doktor mondja a férjnek. Sajnos csak rossz hírekkel tudok szolgálni. Istenem, túléli. Miért temetik az anyós fejjel lefelé? Hogyha felébred, lefelé ásom. Mi történik, ha az anyós elesik a biciklivel? Paf a bűvös sárkány. Really good. Mi az, anyós a sósabban? Oldódnak a problémák. Férfi bemegy a temetkezési vállalkozóhoz, szeretném elhamvasztani az anyósomat. Semmi gond, holnap ide szállítjuk. Nem kell, itt áll a kapuban. Miért nem lehet az anyóssal bújócskázni? Mert ki az a hülye, aki megkeresni? Az anyósom kőhajítás nyiralakít tőlünk. Pontosan tudom, mert naponta többször is megdobálom. Az anyós felhívja az orvos fejét. Fiam, kificamodott a bokám, most mit csinálja? Sántítson, mama, sántítson. Mi a különbség a daganatok és az anyósok között? A daganat lehet jó indulatú is. Bruh. Kovács hazamegy, ránéz a falra, azután így szól a feleségéhez. Na, megint itt volt az anyád? Igen, de honnan tudod? Le van köpve az esküvői képen. Smell it. Smells nice. Az anyós nagybetegen fekszik az ágyon. Jaj, meghalok, meghalok. Really good. Jaj, meghalok. Plafonom, meg egy pók. Mama, szól rá a vő. Egyszerre csak egy dologra koncentráljon. Én tudna adni egy pár vödör vizet? Minek magának a víz, hiszen ott van a kutya. Ott van az igaz, de beleesett az anyósom, és csak álláig ér a víz. Mondja, gazduram, miért nincs a kertjében madárijesztő? Minek? Hisz mindig az anyósom kapálya. Az alkalmazott bemegy a főnökhöz. Kérem szépen, szeretnék elmenni az anyósom temetésére. Elhiszem, barátom. Én is. Mit tesz a vő, ha meghal az anyósa? Gyorsan elengedi anyakát. Képzeld, meghalt az anyósom. Mi történt vele? Levitte az ujját a busz. Ne viccelj, abban nem lehet belehalni. Csak hogy a fejét vakarta. Mama, a Géza már nem szeret engem. Ezt meg honnan veszed? Tegnap azt mondta, hogy kezdek rád hasonlítani. Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage.